Kali papi mami mindenkinek. Ott ez egy új formátum, ez a telefonnal vlogolós. Fölveszem itt a vlogot. Ilyen rohadt jó idő van most itt, pont ez a kellemes nyár. Én egyébként, hogyha egész nyáron ilyen idő lenne, én jól el lennék ezzel, nekem semmi problémám nem lenne. Az én időmben, annak idején, amúgy tényleg nem voltak ilyen rohadt melegek, mint amik szoktak most lenni, hogy így nem kapok levegőt. Érzem a levegőn, hogy megfulladok a levegőtől. Hello. Volt egy, nem is volt légkondink, meg semmi, hát nem volt otthon légkondi. Én emlékszem, hogy megdöglöttem. Ja, itt egyébként ez nem tudom, ilyen rejtett kamera lenne, mert itt belelóg a tokja. Na mindegy. Nem emlékszem, hogy így meghaltam volna így a nyáron gyerekkoromban, szóval bármennyit kint lehetett menni a napon is kint lehetett lenni bármennyit. Nem voltak ilyen. Meg mondom, egy darab ventilátor volt az egész szobában, és akkor anyám még azt így bekapcsolták, ha már nagyon meleg volt, és akkor úgy emlékszem, hogy az egy, de még a szobámban se volt ventilátor. Hát emlékszem, amíg nem volt ez a mobil klímám, addig... Hát volt egy, hogy úgy aludtam már, hogy ilyen vizes lepedőt raktam magam alá, meg törülközőt, meg hát így hetedike ráadásul. Benn aludtam a hideg kádba, tehát ott aludtam el, nem bírtam hol. Hát ilyeneket nem. Beleengedtem jéghideg vizet, és arra ébredtem, hogy meleg a víz. Ilyenek, hát ilyenek nem voltak. Hát nem beszélve arról, hogy nem régított eszembe, hogy mi gyerekkorunkban egész nyáron, minden nap, de ezt úgy képzeljétek el, hogy minden nap paszkástrandon voltunk ráadásul, még annak idején. Most már ilyen gyógyfürdőszerű lett, de akkor még nem volt gyógyfürdő, akkor egy szimpla, ilyen ugyanolyan strand volt, mint a többi, ugyanolyan szar. És minden nap ott voltunk a paszkál strandon, és hazafelé minden nap ettünk fagyit. Na most ezt csak azért mondom el, mert hogy gondoljatok bele, hogy most így mikor tehetné meg valaki, hogy a gyereke nyáron, mit tudom én, 14-15 éves gyerekei, vagy lehet, hogy még itt 13-14 voltunk inkább, hogy a gyerekei minden áldott nap strandra menjenek, belépőt fizetnek, mert még hazafelé fagyizzanak. Hát egy alsó hangon szerintem egy ilyen havi 100 000 forint lenne így per fő gyerek, csak az, hogy strandra mennek szerintem. De lehet, hogy még több, én nem is tudom. Ezek a 3-4 000 forintos belépőkkel. Meg a lángos, ugye? 2000 ér egy sajtos tejfölös. Tehát nyilván most nem így sírni akarok, csak így eszembe jut, hogy annyira durva, hogy azért ez nem reális. Tehát hiába kerestek akkor így most nézve keveset így az emberek, de igazából nem kerestek keveset egyáltalán. Meg hát rohadtul olcsó volt egy csomó dolog. Hát a fagy is, tehát nincs arányosan így semmi egyáltalán. Tehát brutális, hogy 600 forint egy gombóc. Mondjuk jó, most nyilván az inflációnak köszönhetően is, de amúgy is, tehát még előtte is már olyan volt, szerintem már mit tudom, az infláció előtt is olyanok voltak az árak, hogy hát azt nem engedhetem, mert az, hogy minden strandon van, meg megpróbálom ezt így. Tehát ezt nem... És akkor régen meg simán volt ilyen, pont egyik nap jutott eszembe, hogy minden nap strandon voltunk, meg bárhova elmehettünk. Milyen érdekes változás. Olyanok is eszembe jutottak, hogy a mozi például, egy Kőbánya mozi volt, és hát Kőbánya moziba egy filmet feszítettek mindig, tehát nem lehetett... választani, milyen filmek
milyen filmre ülsz be, és hogy nézed, hogy 20 féle film van, és hogy melyiket nézed meg. A mozi az azt jelenti, hogy most játsszák a Die Hardot, és akkor játszották, meg a Hullajót. És akkor belógtunk a mozikba. Volt olyan is. De egyébként meg nyilván, amikor belógtunk moziba, az csak ilyen buliból volt, mert azért bármikor megtettük, hogy elmegyünk moziba, hát egy pár száz, hát én nem tudom, így, azt hiszem, hogy 250 forint volt, vagy 150 volt egy jegyekőben a moziba. Tehát tudtunk olyat csinálni, hogy egy filmet megnéztünk 5-6-szor, nem tudom én, amíg játszották. És akkor általában akkor az ment a moziba. Meg a mozi plakátokat, azokat kézzel festették. És nem is plakátokat, hanem volt egy ilyen, majdnem egy fejlécet mondtam, szóval ami a moziba ki volt rakva, a mozi bejáratánál, vagy a mozi mellett, így a rohadt nagy épületen, és oda még kézzel festették ezeket a ilyen molinószerű dolgokat. És hát nagyon sokszor ugye a grafikus hát nem csinálta meg szépen, és mondjuk nem hasonlított Bruce Willisre a kép, de tök jó feelingje volt annak, és szerintem, hogyha nem tudom, hogy lehetne erre rákeresni, egyébként biztos fent vannak még a neten ezek a kézzel festett ilyen reklámtáblák, vagy nem tudom, hogy minek mondjuk ezt. Hát most menj el moziba egy héten 4-5-ször. Az is egyébként milyen durva, meg a bőség zavarába, hogy menjünk el moziba, és akkor azon gondolkodom, hogy ez is szar, azt se akarom megnézni, azt mondjuk, hogy letöltöm, megnézem, hogy teljesen más feelingje volt a mozinak, de akkor ilyen nagyon ilyen izgalmi állapotban volt az ember, hogy jó, moziba megy. Sőt, a legnagyobb durranás, az Independence Day, ez a függetlenség napja volt, Ronald Emmerichnek a filmje. A mai napig nekem ilyen tök jó ilyen emlék, meg ilyen feelingem van attól a filmtől. Hát olyan teltház volt a moziban, hogy meg ugye nem volt még akkora lejtése egy mozinak, mint most, hogy tényleg hogy bárki lát. És így beült eléd egy nagy darab állat, és nem láttad a fázat. És így ott idegeskedtem, hogy... És nekem valahogy mindig nem volt szerencsém, nem tudom, hogy nekem sosem volt szerencsém. És emlékszem, hogy itt is így végigizgultam, hát mert ugye én alapvetően Danny DeVito mondaná, hogy 168 mély vagyok. Nem magas, nem mély. És ezért mindig azon parászom, tuti be fog ülni elém valami 2 méter magas barom. És akkor így általában az volt, hogy már a vetítés már mindjárt kezdődik, tehát így számolunk vissza így, mit tudom én, 10, 9, 8, 7, 6 kb. És abban a pillanatban így egy ember így beszaladt és beült elém, és így tolakodott, mert ott így pont még volt egy hely, vagy valakivel kicserélte, nem tudom, nekem ez az emlékem, ugye én a mozival már akkor megszívtam, aztán ez végigkövette az egész életemet, ez a mozi tortúra, hogy gyakorlatilag tehát olyan, mint hogyha valami átok lenne rajtam, ahogy mozi jegyet veszek abban a pillanatban, hogy életre kell ez az átok, és valamilyen formát ölt, és akkor ott a moziban majd pórú járok, és igazából én leszek egy ilyen vígjáték figura, aki éppen mindig megszívja, és lehet rajta nevetni. Tehát a beszélgető emberek, a támlámat rugdosó, tehát én mindig ezt kifogtam, azért is csináltam ilyen házi mozit a végén, mert ilyen projektorral, hogy nem vagyok többet hajlandó moziba menni. Tehát ennek ez volt az oka, de régen nagyon sokat jártam moziba, sőt olyan is volt, azt képzeljük el, hogy annyira nem volt ebben a moziban ilyen nagy forgalom, főleg, hogy ugye egy filmet játszottak, hogy például volt nekem olyan gyerekkoromban, hát gyerek ilyen sulis korszakomban, hogy megvettük a jegyet,
vagy kiszaladtunk, valami dolgunk volt, és hát mikor vége volt a sulinak, akkor rögtön mentünk a moziba, hogy már ugye meg is van a jegy, meg minden, csak be kell ülnem, húzzuk az időt, és elhagytam a jegyet, és mentem a jegykezelő nénihez, akkor is volt egy jegykezelő néni, aki ott állt, és akkor ő ugye eltépte a jegyedet, és hát mondtam a nének, hogy elhagytam a jegyem, és mondta, hogy semmi gond, mert hogy emlékszik ránk, hogy vettünk reggel jegyet, és mondta, hogy menjünk be, szóval ilyen szinten, hogy emlékezett ránk, hogy jaj, hát reggel voltatok itt, tudom, vette azért kis osztálytársaddal, és emlékszem, és akkor beengedtek, tehát ilyen is volt. Hát ma már azt nem kapom vissza, hogy a primába bemegyek, és vettem, nem tudom, egy tejet reggel, meg megkívántam egy ilyen XXL-es, ilyen sajtos rudat, vagy nem tudom mennyit, 6.200.000-ért, és hát nem szoktam ilyet csinálni, véletlenül ott hagytam a primába, és mikor hazaértem, hát itt van egy pár száz méterre, tehát úgy képzeljétek el, hogy lementem, visszajöttem, és akkor basszus, mondom, ott hagytam ezt a péksüteményt, hát mondom, visszaszaladok érte, és mire visszaszaladtam, hát persze már nem volt ott, és hát mondtam, hogy most vettem egy péksütit, hogy minden nálam van, le lehet ellenőrizni, és az meg tehát nem adták vissza. Nem adta. Valaki azt biztos elvitte, és így álltak, és mondom, de mi azt mondom, ki se vittem a boltból. Tehát kifizettem ember, és nem vittem ki a boltból, akkor légy szíves, adjatok már egy péksütit helyettet, kifizettem. Értem, az én hibámból hagytam itt, de hogy nem elhagytam az utcán, hanem itt hagytam, tehát nem vittem ki a boltból. És az meg ilyeneket mondtak, hogy majd akkor jöjjek vissza délután, és a kamerás felvételeket visszanézzük. De értitek? Egy kamerás fel... Nyilván nem mentem vissza, mondtam, hogy rohadjatok meg a péksütivel együtt, meg... De, na mindegy, már ezeken én nem húzom fel magam, és akkor ott így álltak hárman, és ilyen tanácskodás, és hogy elmegy akkor megkérdezni, hogy a kamerás felvétel látnia, hogy én tényleg nem vittem-e haza. Meg így mondom, szóval visszajövök, bazeg, egy ilyen péksüteményért, hogy így... megettem, és akkor így majd ők visszaellenőr, tehát nem, egyébként ez így röhely, és akkor ezek a multik, érted, egy péksüteményért, ott így ülünk majd, és akkor hárman így zoomolgatnak, hogy aha, akkor tényleg nem vitted el, és akkor ezzel baszom el az időmet, nem az, hogy így, figyelj, menjél vissza persze, és akkor vegyél hozzá egyet, vagy mi, érted? Na mindegy, ez már csak így mellesleg a végére, a papi.